Jelen videóban épület körüli szivárgóról lesz szó. Tehát van egy épületünk, aminek van egy lejtős terep kialakítása, lejtős terepre ültetett épületről van szó, akkor itt valahol lehet egy szivárgó rendszer, meg persze a szigetelés, amiből a vizet valahova el kell vezetni. Ez egész egyszerűen történhet úgy, hogy ezt a vizet a terepsíkon kis lejtéssel kivezetjük, és ez a domboldalba kijutó víz szépen tovább csorog, lehet ezt egy bokor alatt elkövetni, vagy egyszerűen csak kicsorog és elviseljük a látványát. A másik verzió, hogy ezen a területen létesítünk egy szikkasztó kutat, kulékavicssal feltöltve, és ez a kavics réteg felfogja a vizet, majdan ez elszikkasztja, elszivárog a talaj részeibe. Ugye erre volt fontos információ, ez egy jó 5 méterre legyen legalább az épülettől, hogy ne itt az épület körüli talajt lazítsa fel. Tehát magyarul ez a kavics szivárgatest fogadja azt a csövet, ami a vizet hozza. Most ez a szivárgótest akkor működik, ha ez a környező talaj, ez képes arra, hogy befogadja a vizet, tehát szikkasztó képes, fel tud venni vizet, és el tud a víz jutni valahova. Ha ez egy vízzáró agyagréteg tömören, akkor a víz nem megy sehova, hanem itt marad, és egyszer csak feltelik ez a gödör, és probléma lesz belőle. Tehát magyarul vizsgálnunk kell, hogy ez a talaj milyen. Tehát ez itt a nagy kérdés. Ezt több módon vizsgálhatjuk, legegyszerűbb módon, hogy hívunk egy talajmechanikust, aki, mint mérnök ember, megmondja, hogy itt milyen a talaj, milyen víz elnyelésre képes, hogy működik. A másik verzió, hogy ugyanilyen talajmechanikus, ha éppen a szomszédban vagy a közelben dolgozott egy másik építkezésen, vagy egy másik területen, akkor azt az adatot be lehet szereznünk a szomszédtól, ha van olyan kedves és átadja, de persze az nem egy pontos információ, mert lehet, hogy az itteni talaj más, mint az épület más részén, pláne a szomszédban, tehát azért ez csak egy ilyen közelítő megoldás lehet, de meg esetenként működhet. Aztán másik eset, hogy az önkormányzatnál érdeklődünk, hogy van a területről, netán a telekről valamiféle hidrogeológiai vélemény, adat, térkép, léteznek ilyen térképek, az is segíthet. A másik verzió, hogy mi magunk feltárjuk ezt a gödröt, megnézzük, hogy ott milyen szemcsői talaj, tehát egy homokos kavicsot találunk, az minden bizonnyal megfelelő erre a szikkasztásra, ha agyagos jellegűt, akkor ott kisebb az esély erre. Tehát vagy szakembert bízunk meg, vagy némi kockázatot vállalva mi magunk megvizsgáljuk, hogy milyen az adott területnek a talaj minősége. Tehát ezekből választhatunk, de ezt a talajt vizsgálnunk kell, tehát hogy ez a kérdőjel biztossá váljon, hogy itt milyen talaj van, vizsgálnunk kell, hogy a szikkasztás a szivárgó rendszerből működik-e. Tehát minden esetre a szikkasztó kutak körüli talajt kell ilyenkor kezelni, vizsgálni, megnézni, hogy mire képes az, és vajon a szivárgó rendszerünknek a vizét tudja-e kezelni.